par le café La Croix d'Honneur, ça vous arrête de gagner votre temps. Le seul est qu'il y en a une et maintenant, donc c'est qu'à ça qu'il y a dans le fait de la salle ou pas. Et chaque année, il y a toujours là, donc il y a dans le fait de texte. Oh, donc il y a des cas qui ont l'envie qu'on n'est pas encore. Et il y a un certain temps qui est là, tout le monde. Et chaque année, il y a eu l'évite de faire le seul à sortir en promo. Később volt egy olyan katasztrófa, nem tudom, hogy lehet ezt mondani. Hiszen, hogy a falusiak, meg ilyesmi, azok próbáltak inkább máshol, más környezetet választani maguknak, ahol jobban ott az megélhetési lehetőség, és ezért nekem elkezdett ezt a faluban. És akkor ma a mostani helyzet meg aztán annyira alakult, hogy leginkább ilyen hétvégi házak. Hogy 10 család, most mondok egy számot, hogy 8 család, akik itt a többi 8 család, ezek általában ilyen hétvégi ének használják így a szokon. Úgyhogy azért is szeretnek ide jönni legtöbben, hogy itt a csöndes, eldugott, és akkor leginkább ilyen kiránduló helynek mondhatják ezt. És akkor sokan is szoktak jönni turisták, gyerekek is, és is szoktak ilyen rendezvények, és azokról szoktak szerintem ilyen. Arról a rendezvényről hallottunk, amikor üvegfúvók vannak itt. Igen, az üvegfúvók is akkor egy évben, főleg ez a három rendezvény van, így is kettőt az a Szekeres Tibor tartja, úgy szóval majd csak az ő a rendezésében, de ő segítsége. A harmadik az a falunapok, és az egyik olyan rendezvény a Madarak és Fák napja, az május utolsó szombatja, akkor leginkább azt lehet mondani, hogy nagyon sok iskolások szoktak jönni. Úgyhogy nagyon sok. Például volt olyan, hogy 5 osztály is jött este erre, hogy egyébként a faluban vagy 200 gyerek, és ilyet, hogy annyian voltak. Akkor ez május utolsó szombatja most a rendezvény. Akkor július utolsó szombatja, akkor van ez a falunap. Ezen a falunapon vannak kézművesek, kirakodó vásár, üvegkuta rendezvény, és akkor is meg lehet nézni itt a gyűjteményt. És akkor még egy ilyen rendezvény van, az október első hétvégéje, akkor meg a madárvonulási világnak. És itt tűztek is valami, és azt lehet mondani, hogy így nagy sikerre. Úgyhogy három helyszínen van a megyébe, de itt azt lehet mondani, hogy tűztek is mondhatnak a legtöbb érdeklődők jönni ezen a madárvonulási világban. Akkor ezen a rendezvény a madárgyűlőzési bemutatom, akkor van például, hogy a gyerekeket körbenézzük sétálni, akkor mindent mondják, hogy hogy a madarakat ő hálóban befogják, és akkor az mind a nagy élmény a gyerekeknek, igen. A madárgyűrűzést mondják. Hogy eljutunk, hogy a múlik. Köszönjük. Tibor a békamentésben is részt vett, hogy igen. Olyan időszak van, azt tudom. Igen, Tibinek a foglalkozás, hogy elég, vagy ő hobbi az elég tág. Foglalkozik, majd lehet, majd megnézzük a gyűjteményét, akkor kövületek, kövek, ásványok, a békászás, békamentés és a madarászás, úgyhogy ezek ugye a fő hobbiai, amik itt foglalkozik. Köszönjük.